percekben állva hagytátok a Szombathelyt, hoztátok a papírformát? Hát lehet mondani a tabella alapján, hogy igen. Ugye az első fél időben, vagy a legelején a mérkőzésnek ott ugye próbált a Szombathely, azt gondolom, hogy íromot diktálni, tehát ugye 1-0-ra vezettek is, meg ugye gyorsan próbálták felhozni a labdákat. Amíg az történt, hogy nem tudtunk visszazárni a védekezésbe, addig meglőtték a góljaikat. De azt gondolom, hogy a hatos falunkkal nem tudtak igazán mit kezdeni, tehát azt gondolom, hogy mai napon nagyon jó volt a védekezésünk. Ugye a kapott gólok száma is mutatja, meg hát akármit játszottunk végeredményben támadásban, azt gondolom, hogy az ült, tehát talán az egész őszi szezonban ma játszottunk a legjobban. Tehát most ez nem mondom, hogy ekkora különbség van a két csapat között, nekünk minden összejött. Azt gondolom, hogy ősszel nem volt ilyen meccsünk, ahol ez történt volna. Tehát múlt héten Pápán is például lehetett volna nagyobb különbség, ott nem lett. Ugye erről beszéltünk a héten egyébként, hogy végre kellene egy olyan győzelem, ami egy ilyen tekintélyt parancsoló, azt gondolom, hogy az ellenfelekkel szemben, ha ránéznek a tabellára vagy az eredményre. Ugye nekünk ez most már másfél éve hiányzik ez az eredmény, tehát mindig az szokott lenni általában, hogy ha lehetne 8-10 góllal nyerni, akkor 6-tal 7-tel nyerünk, vagy 2-vel, mint múlt héten. Tehát a különbség megvan, tehát a játéktudásban, illetve a elvégzett munkában a különbség megvan, azt gondolom, meg a mérkőzés képében is látszik, de az eredményben nem mutatkozik. Na most ez volt azt gondolom az utóbbi másfél évben ez az egyetlen meccs, ami látszik az eredményen is, ez a különbség. Azért az első fél idő feléig elég sok eladott labdátok volt nektek is, meg az ellenfélnek is, de úgy érzem, hogy a kipattanókat viszont ti tudtátok jobban megszerezni és hasznosítani ebből az előnyt. Így van, hát azt gondolom, hogy amíg tényleg annyira múlva volt a meccs, abban több hiba lehetőség is benne volt. Ebből ugye mi jöttünk ki, azt gondolom, hogy győztesen, de kellett ahhoz az is azért, azt gondolom, hogy egy jobb játékvezetői felfogás volt a mérkőzésen, mint mondjuk az elmúlt héten. Ami azt jelenti, hogy hagyták a kemény játékot, tehát ilyen félfaltokat nem fújtak meg, tehát nem fújták szét a meccset, hanem ment a labda, ment a játék magyarul, tehát ezzel lehetett látványos akciókat is vezetni akár, vagy faltokból tovább lehetett rakni a zicserbe lévő játékosnak a labdákat, tehát azt gondolom, hogy a játékvezetők is úgy gondolom felnőttek a feladathoz, tehát ahhoz, hogy ez a különbség kialakuljon, nem fújták szét a meccset, ez fontos volt a mai győzelemhez. A végén már annyira nagy, magas volt a fölényetek, hogy mindenféle figurákat lehetett próbálni, volt is, amikor sikerült a kínai. Így van, hát ugye ilyenkor az a nehéz, hogy mit próbál még az ember a kelléktárból előhúzni. Ugye, és ez volt az utóbbi időben mondom a probléma, ha megvolt a különbség. Ugye játszottuk a játékainkat, de igazából volt, amikor már nem tudtunk megújulni meccs közben, és akkor ugye az ellenfél ilyenkor fel tud jönni. Na most ehhez az szükséges, hogy ebből tovább tudjunk lépni, hogy a védekezés jó legyen végig. Na most, ha közben leül a védekezés, akkor az ellenfél felzárkozik. Most az volt a különbség, ami meccsen azt gondolom, hogy viszonylag magas hőfokon tudtunk végig védekezni, tehát ha nem tudtunk felállt fel ellen jó játékot nyújtani, vagy egy kidolgozott akciót, akkor volt indulás gólunk, tehát azzal tudtuk növelni a különbséget, azért mert a védekezés megadta az alapját az egésznek. Még egy mérkőzésetek van hátra, ami már nem hazai pályán lesz. Hogyan zárjátok ezt a szezont? Így van, megyünk idegenbe Ácsra, hát ott mindig nehéz mérkőzés vár ránk, úgy lesz, gondolom így lesz most is. Ugye ők a tabellán azért följebb helyezkednek el, mint a Szombathely, tehát a mai ellenfél. Az azt jelenti, hogy nem látótávolságra vannak hozzánk képest, tehát most azt hiszem forduló 10 pontjuk volt, most ha nyertek, akkor 12, tehát azért azt gondolom, hogy az még szoros a tabellán. Úgy gondolom, hogy hazai pályán megpróbálnak mindent, én azt gondolom, hogy ha így tudunk tovább ilyen hőfokon játszani, tehát átmentjük ezt a formát, amit most tudtunk mutatni, akkor azt gondolom, hogy a különbségnek ki kell jönni. Bár nem lesz könnyű, tehát azért mondom, hogy az utóbbi másfél évben most játszottunk a legjobban, ezt megismételni azért nem könnyű, de reméljük, hogy így lesz, és mindenki hozzá tud tenni, mint ahogy a mai napon is így volt. Sok sikert! Köszönjük szépen! Mindenkinek jó szurkolást kívánok! Hajrá, Ajka!
vagyok, jó, beállt, álljok oda mindig! Thank you.
Thank you.
Csongor Szabolcs. Thank you.
Thank you.
a Zsigmond Ádám szerezte. Thank you.
Thank you.
Ah,
Huszár Benjamin. Szép egyéb, 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 szép egyéb
Thank you.
játékban is. Thank you.